Utána hazajöttünk nagypapával, még ott a kertben sétáltunk, és akkor köszöntem el tőle, másnap indultam Kanadába. Az volt az utolsó perc, amikor láttam őt. Ez a látogatás eredetileg csak néhány hét lett volna, és tulajdonképpen az akkori kanadai, torontói zenei viszonyokat remekül példázza az, hogy amikor már biztos volt, hogy megyek, apám megkereste a torontói legnagyobb koncertügynökséget, és elmesélte, hogy a fia organista Európában él, nem sokára érkezik, és lehetne egy koncertet játszani. Természetesen megszervezzük a koncertet. Apám megkérdezte, hogy és szoktak Torontóban orgonakoncertek lenni? Igen, mondta nagyon készségesen az impresszárió. Igen, persze, hogy szoktak. 5 éve is volt egy. Döbbenetes volt Torontó. Egy gyereknek, aki annyira benne élt ebben az európai, kicsit latinos-franciás kultúrában, olyan volt, mintha ez már nem is a föld lenne. Torontó akkoriban a világ legkülönösebb helye volt. Lehet, hogy már Angliában akkor 100 éve halott volt Victoria királynő, de Torontóban még élt. Egy végtelenül puritán, talán megkockáztatom, hogy álszent hely volt. Vasárnaponként mozi, kocsma zárva volt, vasárnaponként le voltak függönyözve a boltok kirakatai, hogy a puritán protestáns szellem ne sérüljön azáltal, hogy a polgárok esetleg benéznek a kirakatba és vágyakoznak-e világi javak után. Torontóban azokban az esztendőben nem létezett komoly zenei élet. Megérkezésem délutánján rögtön az első utam a Magyar templomba vezetett. A Magyar templom nagyon közel volt a szüleimnek a lakásához. Egy pici templom volt, amit a századfordulón vettek a kivándorolt magyarok, és talán véletlenszerű volt, de pontosan egy esztendővel korábban építettek föl ebbe a templomba egy nagy orgonát. Úgyhogy én tulajdonképpen semmi más nem csináltam, mint becsöngettem az ajtón, egy kedves ottani magyar jezsuitával néhány percet beszéltem, ő bevezetett az orgonához, és onnantól fogva soha többet nem kellett semmit mondanom magamról, mert birtokba vettem az orgonát, és orgonáltam. Volt egy biciklim, azzal teljesen bejártam Torontót, és hihetetlennek tűnt számomra, hogy az a világ, amiből jövök, milyen messze van ettől a világtól, hogy itt emberek úgy élnek éveket, évtizedeket, hogy soha komoly zenét nem hallgatnak. Nem létezett a komoly zene akkoriban Torontóban. Egy nagyon szűk, kiváltságos réteg, 1000-2000 ember talán ebben a sokmilliós nagyvárosban járt el koncertekre. Tehát úgy éreztem magam, mintha föltámadtam volna a sírból, és egy olyan nyelvet beszélnék, amit körülöttem lévő világban nem beszélnek. Egy este egy karmester barátom amatőr kamarazenekarának a próbájára eljutottam. Szörnyen szenvedtem, mert iszonyatos volt a zenekar. De a zenekar borzalma szintjénél is sokkal, de sokkal rosszabb volt egy szál csellistája. A hölgy pontosan olyan arcot vágott, mint én néhány évvel korábban, amikor a Handel Hallelujában örökké elfutottam a kórus elől. Abszolút nem tudta, hol tart a kottában. Minden alkalommal, amikor félrehúzta a következő skálát, vagy éppen hamisan intonált, akkor olyan segélykérően és olyan cinkosan rám nézett, és úgy összemosolyodtunk. A próba végén elkezdtünk beszélgetni, és aztán elmentünk az akkori torontói Blue Street-en lévő, ez is milyen anakronisztikus, Kis Balaton étterembe, volt egy magyar étterem, úgy hívták, hogy Kis Balaton, aztán nagyon sokat beszélgettünk, kiderült, hogy hát ő csupán amatőr módon csellózik, semmi köze nem volt a zenéhez, tényleg csak a zene szerelme vitte a csellózás partjaira. Aztán a vacsora után sétáltunk, elmentünk hozzá, és akkor már nagyon szerelmesek voltunk egymásba, úgyhogy az egész éjszakát végig szerelmeskedtük.
Aztán a következő napot is végig szerelmeskedtük, és a harmadik napon fölültem az ágyba, és megkérdeztem, hogy ma mit csináljunk? Mert ő nagyon kedvesen azt mondta, hogy miért nem házasodunk meg? Mondtam, remek. Fölhívtam telefonon egy nagyon kedves barátomat, Turcsányi Sándor, nagy tiszteletű urat. Ő egy olyan torontói magyar emigráns lelkész volt, aki soha egyetlen szót nem tanult meg életében angolul. Megkérdeztem tőle, hogy Sándor, ma este összeadnál engem a barátnőmmel? Mire Sándor, aki a zseni összes képességével rendelkezett, és matta alkoholista volt, azt mondta, hogy tudod, hogy az ontériói törvények szerint a bejelentésre számított 3 nap múlva házasodhatsz csak meg. Mire azt mondtam neki, hogy de van egy üveg francia konyakom. Éreztem, hogy a vágyakozástól az Ádám csutkája neki ütődött a telefon mikrofonjának. Suttogva csak azt mondta a telefonba, hogy gyertek 7:30-kor a templomhoz, majd visszadátumozom a papírokat. Jane, a leendő feleségem, egy szót nem tudott magyarul, Turcsányi Sándor, amiket összeadó lelkész, egy szót nem tudott angolul, de tekintve, hogy az ő birodalmában voltunk, ezért Jane-nek kellett engedményt tenni, és magyarul esküdött meg, tehát egy olyan nyelven, amit egy kukot nem értett. Az esküvő után ott álltunk a templom erőcsarnokába, néhány barátunk, aki ott volt velünk, gratulált nekünk. Egyszer csak utóbb kiderült, az egyik barátomnak volt a tréfája. Kinyílt a templomnak az egyik ajtaja. Befutott egy egészen pici, 4-5 éves kis néger fiúcska. Odafutott hozzám, átkarolta a lábomat, és azt kiabálta, hogy gratulálok, apuci. Turcsányi nagy tiszteletű úr egy napon azt mondta nekem, hogy gyere, látogassak meg Faludit. Nem tudtam, ki ez a Faludi. Elmentünk, és az egyik torontói ház lakásában ott állt az ajtóban egy ilyen dervisszerű, érdekes, nagyon gyors gondolkodású öregember. Gyerekkorom óta fejből tudtam a faludiféle víjombaladáknak egy jelentős részét. De valahogy a nyelvezetéből én arra gondoltam, hogy Faludi György nyilván egy 19. századi fordítója lehetett Villonnak, és eszem ágában nem jutott, hogy ez az ember, ez az öreg dervis, ő maga Faludi György. Ott álltam át, és miközben beszélgettünk, és sétáltam ott a könyvei között, néztem a polcokat, és egyszer csak láttam a Faludi Villon balladáknak sok-sok kiadását egymáson, különféle vászon és papírkötésekbe. És hogy az egyiket levettem, majd sóbálványát termettem, ott volt rajta a dervisnek a képe. Ő volt Faludi György. És akkor leültem, és elkezdtem mondani neki a víjon baladákat. És akkor rám nézett, mosolyogva, és azt mondta, mindenki így kezdi. És onnantól fogva mámoros napok következtek, mert megszeretett engem, nagyon sokszor voltam nála, minden héten 2-3-szor együtt töltöttük az időt. Nem csak költőnek volt egyedülálló. Valami olyan már korunkra nem jellemző fürge észjárással és kombinációs készséggel tudta a hétköznapokban is egy pillanat alatt kialakítani a szituációkat és a helyzeteket, hogy az egészen elképesztett. Rögtön a megismerkedésünk után egy pár nappal fölhívott, és azt mondta, hogy meg vagyok hívva egy magánházhoz, egy állarcos bálba. Szeretném, ha te is eljönnél. De a házigazdáknak az a kérésük, hogy már jelmezbe gyere. Aznap este a kocsiban találkoztunk. Faludi György markotányos nőnek volt fölöltöztetve a 30 éves háborúból. Fűzölt prüszli, nagy kivágott ink, agyon sminkelve, lobogó haja, szandál, és a
az oldalára volt egy hatalmas nagy műanyag kard akasztva a hüvelyével együtt, ami jócskán hosszabb volt, mint ő maga, tehát a földön húzta. Másik barátunk, aki egy korpulensebb ember volt, ő télapónak volt fölöltöztetve, én pedig azt hiszem reneszánsz kurva voltam. Meghívónknak a parancsa úgy szólt, hogy ruhában érkezünk, és sofőrünk tévedésből a teljesen egyforma külvárosi házak között eltévesztette a házszámot, és az 1350 helyett a Dundas Street-en az 1450 előtt állt meg. Úgy szólt a meghívás, hogy ne csöngessünk, egyszerűen roncsunk be a lakásba. Indiai család, papa, mama, három gyerek ültek este a vacsoránál. Faludi György kihúzott karddal üvöltve berohant az ebédlőbe. Én követtem, és utánunk jött a télapó. Az emlékem csak az, hogy a házigazda, egy nagyon jóvágású fiatal indiai férfi, az ijegységtől hátraugrott, és szinte ráesett a falra, és csak annyit tudott kimondani, hogy kérjük, ne bántsanak, a pénzünk és az ékszereink a hálószobában vannak. Akkor éreztük, hogy baj van, és megpróbáltunk kimenni. De Faludi rögtön a második visszalépésénél elesett a karnak a hüvelyébe, és onnantól fogva a lábánál húztuk őt ki, mert tudtuk, hogy valószínűleg pár perc múlva idejön a rendőrség, és minket citává lő, mert tényleg úgy nézett ki, mint hogyha elmebeteg rablók lennénk.